Újévi koncerten Brahms, Rossini, Puccini és Strauss műveit hallhatta a közönség Paskó Csaba karnagy vezénylésével. Az újévi gálakoncertnak az osztrák-magyar monarchia területen, Bécsből kiindulva, de ezen a területeken, a nagyobb városokban mindenhol kialakultak azok a tradíciók, és kialakultak már azok a fix pontok és mozgatható programrészek, amelyek általában egy újévi gálakoncertnál kötelező vagy elvárandó. Alenka Pónyavity Vojnic szoprán és Guzsvány Izabella mezoszoprán művész szólistaként lépett fel. Én most igyekeztem két különböző karakter szerepet választani, és ezt majd tolmácsolni, remélem majd sikerül. Tehát ezek az alapok, amitől indulunk, aztán természetesen már a ruhaválasztás, a kellő pihenés kell a koncert előtti napokban, és nagyon sok próba van, tehát nagy koncentrációt igényel a dolog. A koncerten továbbá közreműködött a Szabadkai Promuzika Kamarakórus Csikós Krisztina vezetésével. A hangverseny közönségét Maglai Jenő Szabadka polgármestere is köszöntötte. Az első újévi koncertet egyébként a Bécsi Filharmonikus Zenekar tartotta meg 1939-ben.